Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Lakossági fórum a Pannónia telepen. A forgalomszervezés volt a középpontban. Tűz. Kis traktor égett Tahitót falunál. Mikor foghatunk újra kezet? Szentendrén beszélt a koronavírusról Erkárpáti Péter színművész és Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője. A forgalomszervezés volt a fő témája a tegnapi lakossági fórumnak, amelyet a Gyöngyvirág és a Honvéd utca sarkánál tartottak az Erikson játszótéren Magyar Judit, a Pannónia telep önkormányzati képviselője vezetésével. Az egyeztetésen jelen volt Fülöp Zsolt polgármester és Jámbor Ferenc, a Szentendrei Rendészet igazgatója is. Parkolási nehézségek, áthaladó forgalom, sebességhatár betartása. Többek között ezeket a problémákat vitatták meg tegnap este az Erikson játszótéren Magyar Judit önkormányzati képviselő által vezetett lakossági fórumon. Azt kell tudni Pannonia telepről, hogy a Szentendrének egy nagyon is klasszikus kertvárosi területe, ahol talán egy évtizeddel kialakult kialakításra került egy lakópihenővezet, ami az egy évtizeddel ezelőtti forgalmi, lakossági, közlekedési morának, kultúrának, és mondjuk inkább, hogy létszámnak, gépjármű létszámnak, lakós létszámnak megfelelő is volt. Viszont napjainkra, és azt tudom mondani, hogy most már ez egy ilyen talán néhány éve meglévő tendencia, annyira megváltozott a lakosság összetétele, sok fiatal a család költözött ide, illetve az itt lakók az ingatlanokban társasházakká, kisebb fajta társasházakká alakultak, és megnőtt a lakosság szám, ezekkel együtt megjött a gépjárművek száma, és hát mindenféle következménye lett ennek, ahogy a közlekedés a mindennapi közlekedésre tekintetében. Ezen kívül a 11-es útnak a terhelése ezzel együtt, ugye párhuzamosan ismert, jól ismert okok miatt szintén növekedett, és hát egyfajta kerülő út, egy egérút alakult ki az Irányi Dániel és a Lilium utca tekintetében, ami viszont ezt a kialakított lakópihenővezetnek az alaprendeltetését sérti. És az itt lakók életkörülményeit is nagyban rontja. Már a nyár elején is tartottak ebben a témában lakossági fórumot. Ez volt a kiindulási pontja a tegnapi beszélgetésen vázolt terveknek. Június 30-án tartottunk egy előző lakossági fórumot, ahol a forgalomszervezésről beszéltünk a lakókkal, ezt folytattuk most, akkor ott kiderült, hogy ugye több olyan lakó is van, és hát ez egy nagyobb telep, ahol nem tudnak a saját területükön, a saját telkükön parkolni, és a mai lakossági fórumnak ez lett volna igazából a célja, hogy ezt a gordiuszi csomót átvágjuk. Ezért javaslatunk volt, az volt a javaslatunk, hogy ugye a lakópihenővezet az tulajdonképpen 4 közlekedési táblából áll, a mindkét irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom, a 3,5 tonnás behajtani, tehát ilyen súlykorlátozás kivéve célforgalom, a 20 km/h sebességgel lehet csak ezen a területen közlekedni, illetve a várakozni tilos táblákból. Mi most a várakozni tilos táblát emelnénk ki ebből, tehát a lakópihenő övezeti tábla lekerülne, és tiltott táblák kerülnének fel, 3 darab tiltott tábla kerülne fel minden egyes behajtó része, tehát nagyjából ilyen 7 csomópont van itt a körzetben, oda tiltott táblákat tennénk fel. A lakosok, illetve a célforgalom az ugyanúgy meg tudna valósulni, ahogy korábban, tehát az ők be tudnak hajtani. Az átmenő forgalom az természetesen bízom benne, hogy csökkenne, és ezen itt szeretném felhívni a szentendrei lakóknak a figyelmét, hogy természetesen lesz ellenőrzés, és jó lenne, hogyha figyelembe vennék a tiltott táblákat, és nem hajtanának be erre a területre, hanem azon az úton mennének. Tudjuk, hogy nagyon nagy a 11-esen időnként a forgalom, de ez pedig egy ilyen élettér, ahol az itt lakóknak ez az igénye. És így tulajdonképpen ki tudjuk küszöbölni azt, hogy a várakozni tilos megoldódjon, tehát a lakók is tudjanak a törvényeknek, illetve a KRESZ szabályoknak megfelelően az utcán parkolni. Apróbb kiegészítéseket tettek a lakók, de úgy éreztem, hogy így nagyjából ezzel egyetértenek. Ők is várják azt, hogy legyen erre a dologra megoldás, mert mindenkihez azért érkeznek látogatók, és előfordul az, hogy mondjuk egy családban nem egy autó, hanem több autó van, és nem tudnak a saját telkükön megállni, és hát ezt a lehetőséget és ezt a szabadságot az itt élőknek is meg kell adni, és így akkor könnyebben fognak tudni parkolni. A városunkban 1-2 lakópihenővezet van, tehát tipikusan ilyen kialakított övezet. A miénk, tehát a Pannónia telepi talán annyiban más, hogy itt van azért egy megálló, ahova azért
ugye nem csak az itt élők használják, bár zömében ők használják, illetve a másik oldalon a 11-es út határolja. És hát sajnos az átmenő forgalom az ilyen szempontból nagyobb, mint mondjuk egy másik klasszikusabb, vagy a Pismányban található, vagy a Pismány alján található lakópihenővezetben. A lakossági fórumon a parkolással kapcsolatban is eltérőek voltak a vélemények, sokan nehezményezték, hogy megállnak a házuk előtt lévő területen, attól függetlenül, hogy az már közterületnek minősül. Kezelnünk kell ezt a problémát, az előbb elmondott okokat nem tudjuk megszüntetni, ezekkel együtt kell már élnünk, és ehhez hozzá kell igazítani azt a szabályrendszert, amivel ezt most kezelni lehet. Itt a lakópihenővezet úgymond elengedésére hívtam fel a lakosságnak a figyelmét, nagyon sokat foglalkoztunk, több közutas mérnök dolgozott ezen, hogy milyen megoldás lehet egy ilyen speciális helyzetre, és hát arra jutottunk, hogy a célforgalommal védjük ezt a környezetet, és a lakópihenőezetben lévő szabályok közül így menekítjük azt a lakosságot egyébként betarthatatlan szabályként nyomasztó helyzettől, hogy csak parkolóhelyen, kijelölt parkolóhelyen tud tulajdonképpen szabályosan várakozni a gépkocsijával, holott a területre, a magáningatlanokra nem tudnak minden gépjárművel beállni. Ezért, hogyha ez alól a szabály alól tudjuk mentesíteni azzal, hogy a lakópihenőövezetet úgymond megszüntetjük, de továbbiakban is célforgalommal védjük az áthajtástól, védjük ezt a területet, akkor egy olyan helyzetet kaphatunk, ami elképzelhető, hogy még csak egy átmeneti állapot, mert tovább kell majd finomítani ennek a területnek a forgalomtechnikáját, de egy következő, tehát egy tovább lépésként, mindenképpen egy első lépésként ezt meg kell próbálni, meg kell tenni, mert a jelenlegi állapot, ez a lakópihenővezet, az előbb elmondott alapvető komoly probléma miatt, hogy nem tudnak a lakosok bent szabályosan közterületen várakozni, ezt meg tudja oldani. Tehát most igazság szerint ezt a verziót tártuk a lakosság elé, és hát ahogy én úgy érzem, itt megértették, vannak persze egyéni problémák és érdekek, amiket szerintem átgondolás után a lakosság a közösségi érdeknek alá fog tudni rendelni. Magyar Judit önkormányzati képviselőt a sebességkorlátozásról is kérdeztük. A lakópihenővezetnél 20 km/h sebességgel lehet csak a területen közlekedni. Mi most egy 30 km/h az egész körzetre vonatkoztatva 30 km/h sebesség korlátozást vezetnénk be, tehát annyival lehetne majd itt menni. Az átmenő forgalom biztos, hogy sokkal több elmegy, hiszen azért csapnak le erre a város más lakói, hogy gyorsabban átérjenek a területen, tehát nem nagyon hiszem, hogy olyan borzasztóan sokan betartották, hanem gyorsan megpróbálnak átmenni, ezért is vannak fekvő rendőrök szinte minden utcában, hogy csökkentsék a sebességet. A 30 km/h én szerintem életszerűbb, az jobban betartható, azért 20-szal nem annyira tudunk, vagy szeretünk menni, de én úgy gondolom, hogy talán ez könnyebben betartható lesz, és hogyha tényleg figyelembe veszik a tiltótáblákat, akkor az átmenő forgalom is tud csökkenni. Az itt élők, ők betartják, ők nagyjából betartják azért a sebességkorlátozást, hiszen saját gyermekeikről és családtagjaikról van szó. A szomszédjaikról, őket veszélyeztetik, hogyha többen mennek. Jámbor Ferenc, a szentendrei rendészet igazgatója felhívta a közlekedő lakosság figyelmét több szabály betartására. Nagyon fontos, és sokan elfelejtik annak a táblának ugye a 4-es jelentését, a lakópihenő jelentését, amiben az egyik az a 20 km/h sebességkorlátozás, és amikor a lakópihenőt tervénk szerint megszüntetjük, akkor ezt egyébként egy 30 km/h sebességkorláttal fogjuk övezetként védeni továbbra is ezt a területet, ugye hát ez egy forgalomtechnikai elem, tehát ezt be is kell tartani, és ezt szeretném felhívni az itt élők életét, hogy igen, tehát mutassanak példát a saját lakóterületeken, hogy ők sem lépjék túl ezt a sebességet. A közeljövőben a Pannónia telepet érintő kérdések kapcsán több lakossági fórumot is tervez majd Magyar Judit körzeti képviselő. A jövő héten a Római Temető utca és környékén fogunk fórumozni. Ott a Római Temető utcában a csapadékvizelvezetés, a burkolati hibák kijavítása, az újonnan megépült lakóparknak a kerítésének, illetve az útnak a kapcsolata, tehát ilyen úgymond kisebb témákat, tehát nem ilyen nagyobb horderejű témákat vetettek fel a lakók, de jövő szerdán ott várom őket 17 órakor sok szeretettel, és akkor ott is megbeszéljük az őket érintő
problémákat, és aztán tervezünk még a Pannonia utcában is egyet, ugye ez a körzet elég nagy és elég sokszínű, tehát egy lakossági fórumot nem lehet tartani, mert nem ugyanazok a problémák, és hogyha minden igaz, akkor még a tiszti lakótelepnek is szeretnék majd egyet, hogyha onnét érkeznek olyan típusú bejelentések vagy problémák, hogy amit meg kell beszélni a lakókkal. A következő Pannonia telepet érintő lakossági fórum jövő hét szerdán lesz a Római temető utcában, ahol a csapadék vízelvezetés, az utca takarítása, valamint a közvilágítás minősége lesz a téma. Rendhagyó beszélgetést rendeztek Erkárpáti Péter és Györfi Pár részvételével a COVID-19 vírussal kapcsolatban a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban kedd este. Az előadás a Mikor foghatunk újra kezet címet kapta. A COVID-19 vírussal kapcsolatban beszélgetett Erkárpáti Péter és Györfi Pál a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban Szentendrén. Az előadás célja az volt, hogy iránymutatást adjanak az embereknek a vírusról. Igazából ez az előadás sorozat egyfajta olyan misszióképet kezd ölteni, most minden ilyen álszerénység nélkül, vagy nagy képűség nélkül, mert azt hívta életre ezt a beszélgetős műsort, hogy magamfajta egyszerű ember, mikor találkozott a információs strádán az egymásnak ellentmondó hírekkel a koronavírust illetően, akkor arra gondolt, hogy hát akkor most hol itt az igazság? Mert ugye vannak ezek a vírustagadók, akkor vannak, akik azt mondják, hogy ez egész csak politika, vannak, akik nagyon félnek, és vannak ismerősök is, akik már megkapták. Én sajnos láttam covidos tüdőt felvételen, nem egy szép látvány, és ráadásul olyan fájdalmakat, olyan nehézségeket okoz az ember számára, amit jobb lenne elkerülni. És akkor ugye régóta ismertem már Györfi Pált, és arra gondoltam, hogy lehetne egy olyan ismeretterjesztő beszélgetős előadást, műsort csinálni, amivel egy kicsit helyre tesszük ezeket a dolgokat a fejekben. Nyilván senki nem tudja megmondani a tutit, senki nem tudja, hogy ennek mikor lesz vége, vagy milyen tünetekkel, mennyi fertőzöttel jár, de mégis egyfajta eligazodást talán Györfi Pál személye, mint egy ilyen megbízható, szavahihető személy tud majd adni. És akkor ezt az előadás, ennek az előadásnak híre eljutott ide Szentendrére is, és kaptunk egy kedves meghívást, és ez alkalommal vagyunk most itt. Az előadás címe Mikor foghatunk újra kezet? Elgondolkodtatja az embereket arról, hogy mikor lehet minden ugyanolyan, mint régen. Mikor lehet újra kezet fogni, puszit adni, vagy megölelni a másikat? Felveti bennünk a kérdést, meddig tart még a vírus? Valóban egy kicsit több értelmű is a cím, ugyanis, ahogy ti is tapasztaltátok, meg talán a nézők is tapasztalták, mostanában nincsenek ezek a puszilkodós, ölelkezős üdvözlések ismerőssel, családtagokkal, mert nem akarjuk egymásnak átadni a vírust. És marad ez a távolról integetés, ez a könyökpacsi, és hát rajtunk van a maszk. A maszk még egy dolgot elvesz előlünk, méghozzá azt, hogy a mosolyunk nem látszik. Pedig ugye, ahogy tanultuk, két ember között a legrövidebb út és a legegyszerűbb, legegyenesebb út nem más, mint egy mosoly. És az is most ugye rejtve marad, de hát első a biztonság. Erkárpáti Péter nem csak színészettel, rendezvényszervezéssel foglalkozik, hanem folyamatosan kutatja azt, hogy hol tud tudást átadni másoknak. Így egy meghívás által megragadták az alkalmat Györfi Pállal, hogy ismertessék a lakosokat a vírussal kapcsolatban. Igazából én most már több mint 20 éve rendezvényszervezéssel foglalkozom, és mellette néha színészkedek, néha csinálok egy kis televíziót, néha írok egy könyvet, néha kutatom halál közeli élményeket, tehát elég sok minden érdekel ebből a világból, és most éppen ez az aktuális. Mindig azt néztem, hogy hol tudunk átadni tudást. Ugye szakmámból kifolyólag például színház alkalmával ugye örömöt adunk át, mosolyt, vagy éppen könnyeket csalunk ki a nézőkből, de ugyanúgy az ismeretterjesztés is, mint olyan ehhez tartozik, avval is adunk valamit embertársainknak, és hát kézenfekvő volt az ötlet, hogy akkor amiket megtudtunk, hogyha vannak olyan tapasztalatok, információk, amitől
esetleg a közönség több lesz, vagy a gondolkodását elindíthatja egy másik irányba, vagy éppen megerősítheti a véleményében, akkor igenis azt az előadást vinni kell, hogy minél többen láthassák, hallhassák. Tehát ez valahogy így alakult. A vírus mellett többször is hangsúlyozták az előadók, mennyire fontos az egészséges táplálkozás, a vitaminok bevitele és az erős immunrendszer kialakítása a járvány időszakában. Mentő szóvivőként az utóbbi években egyre több hangsúlyt fektettem arra, hogy az embereket megóvjam a bajtól, tehát ne csak utólag számoljak be a tragédiákról, hanem lehetőleg az egészséges életmódra próbáljam ösztönözni az embereket, hogy hogyan tarthatják, megőrizhetik meg az egészségüket. Most a koronavírus járvány mindannyiunk életét megváltoztatta, és nincs olyan találkozás emberekkel, lakossággal, nincs olyan előadás, ahol ne ez lenne az a téma, ami mindenkit legjobban érdekel. Úgyhogy itt Szentendrén is bizonyára szó esik arról, hogy mit tehetünk az egészségünk megőrzéséért most a járvány időszakában, illetve később, amikor már túl leszünk rajta, mert hogy, és ez az egyik pozitív üzenet, amit hoztam, előbb-utóbb ennek is vége lesz, persze nem mindegy, hogy milyen áron, együtt újra sikerülhet lefékeznünk a járványt, hogyha betartjuk az alapvető szabályokat. A koronavírus járvány okozta negatív hatásokat sok ember megérezte, egészségügyileg és egzisztenciálisan is. Nagyon örültem a felkérésnek, legszívesebben minden településre elmennék, és személyesen találkoznék azokkal az emberekkel, akik engem a tévéből ismernek, és általában szörnyű dolgokról szoktam beszélni, elkerülhetetlenül komoly arccal, holott én annak a híve vagyok, hogy néha nem árt mosolyogni is, akár önmagunkon, akár azokon a kicsit könnyedebb témákon, amit azért körülvesznek minket. Vigyázni kell az arányokra, hiszen azért már vannak áldozatai a járványnak, vannak olyan családok, amik egészségügyileg vannak, akik pedig egzisztenciálisan érezték meg ennek a járványnak a negatív hatásait, de ha a jó ízlés határait megtartjuk, akkor néha bizony nem árt mosolyogni is egyet, úgyhogy remélem itt Szentendrén is lesznek mosolygós pillanatok. Györfi Pál felhívta a figyelmet arra, hogy vigyázzunk egymásra, és kerüljük a köszönés érintéses formáit. A szabályok betartásával egymás egészségének megóvását segítjük elő, és azt, hogy minél hamarabb véget érjen a vírus. A kézfogás egy olyan gesztus, amit nagyon megszoktunk, és bizony mindannyian érezzük, hogy milyen nehéz enélkül találkozni az ismerősökkel, milyen nehéz nem átölelni azt, akit esetleg régen láttunk és szeretünk, de ez az időszak most arról szól, hogy vigyázzunk egymásra, mert ha sikerül ezeket az alapvető szabályokat betartani, hogyha odafigyelünk arra, hogy a maszk rajtunk legyen akkor, hogyha mások közelébe megyünk, hogyha alaposan, gyakran kezet mosunk, kezet fertőtlenítünk, akkor megteszünk mindent annak érdekében, hogy visszafogjuk a járvány terjedését, ezzel emberéleteket menthetünk meg. Úgyhogy ez most a közösségi felelősség időszaka, és hogy mikor foghatunk újra kezet, ez azon is múlik, hogy mennyire tudjuk betartani ezeket a szabályokat. Tartsuk be a távolságot egymás között, figyeljünk az alapvető higiéniára, viseljünk maszkot és védjük egymást. Kigyulladt egy kis traktor kedden délután Tahitút falu külterületén. A tűzoltók kiérkezésekor a traktor teljes egészében égett, a tűz átterjedt a környezetére is. A közel 5000 négyzetméteren égő tüzet a lányfalui és a szigetmonastori önkéntes, valamint a szentendrei hivatásos tűzoltók oltották el, majd hűtötték vissza a felhevült fém alkatrészeket, vizsgálták át a járművet. Szentendrén tartották az idei év első és egyetlen Muay Thai mániáját szombaton. A rendezvényre az ország több területéről érkeztek harcosok, hogy összemérjék tudásukat az 5x3 perces küzdelmekben. Minden évben összejönnek Szentendrén a Muay Thai harcművészet kedvelői egy egész napos rendezvényre, aminek záró eseménye egy nagyszabású gála volt a Szentendre VSS szervezésében. A Muay Thai Tájföldről származó pusztakezes harcművészet. Eredetileg mindenfajta felszerelés nélkül művelték, ma a fighterek egységesített szabályok szerint ökölvívó kesztyűben és bizonyos védőfelszerelésben küzdenek, de léteznek úgynevezett hagyományos Thai box mérkőzések is, ahol a védőfelszerelést elhagyják. Szentendrén a Muay Thai mánián 5x3 perces menetekben küzdöttek meg a sportolók. Ma este igazi vérbeli profi Muay Thai, vagy ha úgy tetszik, Thai box mérkőzéseket láthatunk itt a Szentendre VSS szervezésében. Ez az idei első, és hát sajnos úgy néz ki, hogy egyetlen Muay Thai mánia eseményünk.
itt most a WMC profi szervezet szabályai szerint 5x3 perces mérkőzések lesznek, védőfelszerelések nélkül a sportágunkra jellemző térd és könyök teljes szabad használatával. Minden nagyon gyorsan történik, ebben a sportágban nincs előrelátható eredmény, nincs előrelátható mérkőzés, hiszen olyan széles technikai repertoárral dolgoznak a versenyzők, hogy akár a másodperc tört része alatt egy mérkőzést meg lehet fordítani, vagy meg is lehet nyerni egy esetleges KO pontra bevitt találattal. Nekünk, bíróknak nagyon észnél kell lennünk, ezért kimondottan a mi sportágunkra jellemző az, hogy a bíró a két versenyző közötti távolságot követi folyamatosan, és velük egy egyenlő szárú háromszöget alkot, hogyha ezt így a geometria oldaláról megfogalmazhatjuk, és folyamatosan velük mozog. Más sportágakban ugye tekintély elvű bíráskodás van, ahol messziről a hangjával irányítja a mérkőzést egy bíró. A mi sportágunkban viszont folyamatosan együtt kell velük mozogni, és ha kell, akkor villámgyorsan beavatkozni. A bíró legfontosabb tulajdonsága az a neutralitás, a semlegesség kell, hogy legyen a ringben. Elképzelhető, hogy valaki megpróbál felkészülni a leendő versenyzőkből, és ez benne esetleg kialakít valamilyen előítéletet vagy szimpátiát, egyik sem jó. Ennek megfelelően egyébként az ilyen események előtt, közvetlenül a mérkőzések előtt osztjuk ki azt, hogy melyik bíró melyik mérkőzést fogja vezetni vagy pontozni. Fontos a mérkőzésre való felkészülés, amit nem csak fejben tesztek meg a fighterek, de fizikálisan is, hogy a mérkőzés előtti mérlegelésen minden rendben legyen. Reggel volt a mérlegelés, 66,2-vel mértem, szinte 1 kilóval alatta. Az ellenfelem sajnos nem tudta hozni a súlyát, elvileg most kell neki 67,5 kilónak lenni a meccs előtt. Mit tudsz az ellenfeledről, és hogyan készültél belőle? Azt tudom, hogy egy fordított alapállású srác, arab, itt él Magyarországon, itt készült föl. Igazából nem nagyon néztem utána, majd itt a ringbe kiderül. Mi az, ami téged megfogott ebben a sportban? Hát a varázsa, a sokszínűsége, hogy nagyon sok mindent lehet benne csinálni igazából, meg a maga a feelingje, meg így a táj stílus is. És mire számítasz ma este? Csak is győzelemre. Nehéz ellenfelet kapott a szentendrei sportoló a hazai mérkőzésre. Az ellenfelem Bordás Alex nevű miskolci srác, ott elég jó terem van. Rég volt ilyen, egy kivételes módon egy nálam fiatalabb srác lesz, aki feltörekszik, és ez úgy érzem az a meccs, ahol neki van több nyernivalója, mint nekem. De tisztában vagyok vele, hogy komoly eredményei vannak, és éppen ezért komoly felkészülés előzte meg ezt a napot. Nekem tökéletes igazából, nekem mindig kell egy menet, amikor fölkelek. Első menetben még nem érzem a távolságot, nem élem bele magam, hogy ez egy komoly meccs, ahol komoly sérüléseket nyelhetek be, vagy okozhatok akár, és ezért az idő eddig mindig csak a javamra dolgozott. De a kérdésedre a választ adva a harmadik menet az, és az ad erőt, hogy látom az ellenfelen, hogy jobban fárad, mint én. Hoztam a súlyomat, nem volt komoly koplalás előtte, vízből picit visszavettem, picit száraz voltam, de úgy érzem, sikeresen ment a visszatöltés, és teljes energiával tudok belemenni ebbe a meccsbe. A küzdelmet minden korosztályban megvívták a fighterek, az egészen kicsiktől a felnőttekig. A gálán a legfiatalabbak bemutató mérkőzéseket vívtak. Az első küzdelmet Rehák Patrik nyerte KO-val Baranyi Bence ellen. A második küzdelemben Székely Anna és Csatos Julianna küzdelmét láthatta a közönség, amit megosztott pontozással Csatos Julianna nyert. Majd a hazai versenyző Hegedűs Márk, Bordás Alex küzdelme következett, ahol szentendrei győzelem született. Utolsó előtti párosként Galambos Bence, Mihajlov Dávid küzdelmét láthatta a közönség, amit az utóbbi fighter nyert meg.
Végül az utolsó tét mérkőzésen Száva Patrik legyőzte Ali Muhatkamit. A rendezvényt az egészségügyi szabályok betartásával tartották meg a szervezők, akik abban bíznak, hogy a következő szezont biztonságos körülmények között teljes egészében megrendezhetik. Végül a várható időjárásról. Többfelé lehet eső pénteken reggeltől. A középső ország részben heves zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni órákban 16-28 fokig melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A forgalomszervezés volt a fő témája a tegnapi lakossági fórumnak, amit Pannónia telepen tartottak. Kigyulladt egy kis traktor kedden délután Tahit útfalu külterületén, a tűz átterjedt a környezetére is. 5000 négyzetméteren keletkezett kár. Mikor foghatunk újra kezet? Szentendrén beszélt a koronavírusról Erkárpáti Péter színművész és Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre Ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Híreinket követhetik weboldalunkon is a szentendre.media.hu/tv-szentendrén, ahol egy kattintás után élőben is nézhetik adásunkat. Maradjanak továbbra is a TV Szentendrén, mert hamarosan kezdődik Fókuszban című magazin műsorunk, aminek vendége Csepregi Éva énekesnő. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, kövessenek bennünket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra!